Teljes rekonstrukció, megújult a Szent István kápolna Nyírvasváriban. Szeptemberi hőség, több hőmérsékleti rekord dőlt meg az ősz első napjaiban. Helyek és családok története. Ötödik alkalommal szervezték meg a helytörténet és családkutató konferenciáját ezúttal Ibrányban. Átadták a felújított Lubi családi kápolnát Nyírvasváriban. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A barokk épületet teljes egészében rekonstruálták, a homlokzat és a tető felújítása mellett az elektromos hálózatot is korszerűsítették, a szentélyben látható különleges freskókat pedig restaurálták. A fejlesztés több mint 70 millió forintos toppos forrásból kivitelezték. Így nézett ki még néhány éve Nyírvasváriban az a római katolikus templom, amely a jelenleg iskolaként működő Lubi kúria szomszédságában áll. Az épület egykor a Lubi család kápolnája volt, a 2010-es évekre viszont annyira leromlott az állapota, hogy a hívek a görög katolikus templomban tudtak csak misézni. Szeptember 6-ától újabb fejezet kezdődött Nyírvasvári életében, hiszen a régió turisztikai fejlesztéseinek eredményeként közel 10 év után ismét biztonságos és kulturált körülmények között lehetett misét tartani a római katolikus kápolnában. Toppos forrásból készítettük el, körülbelül 72 millió forint körüli összeget fordítottunk rá. Itt a településen ennek a kis kápolnának az a jelentősége, hogy a Lubi családnak volt mellette egy kastélya, és úgy keveredett ki ebből a kis templomocska, hiszen itt volt nekik a temetkezési helyük egy kis kápolna szerűségben, amiben már most átszállították az elhunytakat a nagy arba. Összekapcsolódik a két dolog. Mindenható örök Isten, áraszt ki kegyelmedet erre a helyre, add meg bőséges ajándékodat mindazoknak, akik itt segítségedet kérik, hogy igédnek és szentségeidnek ereje megerősítse híveid szívét, Krisztus, ami Urunk által. Amen. A kápolna szentelésén részt vett Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője, aki elmondta a választókörzetben, a római mellett a görög katolikus és református intézmények is megújultak a turisztikai program segítségével. Nyírség turisztikai program keretében 15 célt fogalmaztunk meg itt a választókerületben. Ebből a 15 program elemből, inkább így fogalmaznék, 10 valósult meg. Ebből 7 templomfelújítás történt meg, a görög katolikusok, reformátusok, és most pedig láthattuk, a római katolikusok is magas színvonalon újították fel a templomaikat. Az oltár mögötti rész egyelőre szándékosan kelt félkézben nyomást, mivel ezeken a falakon olyan értékes freskó mintákat találtak a művészettörténészek, amelyekből a Nagy Magyarország területén is mindössze 4-ről van ismeretünk. A freskó különlegességét az adja, hogy Szent István a szokásostól eltérően nem a szent koronát, hanem a kardját ajánlja fel Isten szolgálatára. A megyés püspök azt mondta, a fehér falak a jövőben is így maradnak. Ott a kutatások nem mutattak freskókat, tehát ott a fehérre meszelt fal az műemléki előírások szerint az fehér marad, tehát oda nem lehet akármit festeni, főleg így egy ilyen régi barokk kápolnában, ahol tényleg nagyon szép, csodátra méltó freskók vannak, ott nem lehet most a 21. századi művészeknek, mert akkor keveredés lenne. Tehát ezt nyilván a műemlékvédelem ezt előírja. Ha találtak volna, akkor persze folytattuk volna. No most ezek sincsenek még készen, tehát még a restaurálás fog folytatódni, a szentélyben lévő freskóknak a felújítása, de ez még hát forrásigény, úgyhogy sokba kerül, és ezt most egyelőre még nem tudjuk, de ahogyan a plébános úr is mondta, már most érdemes megnézni, megcsodálni, mert tényleg nagyon szép és különleges maga az ábrázolás.
A Szentmise után az ünnepség a nyírbátori Bátori István katolikus óvoda két tanítási nyelvű általános iskola és gimnázium szintén felújított udvarán folytatódott, ahol Palánki Ferenc megyés püspök az iskola aulájából a kertbe áthelyezett Bátori István mellszobrot is megáldotta. Több hőmérsékleti rekord is megdőlt szeptember első napjaiban, az idei augusztus pedig 1901 óta a második legmelegebb hónap volt. A tartós őszi kánikula úgy tűnik a következő napokban mérséklődik, a klímaváltozás miatt azonban hosszú távon is hőhullámokra számíthatunk majd az iskola kezdés idején. Bár a naptárok lapjai szeptembert írnak, a hőmérő higanyszála nem ezt mutatja. Az ősz első négy napjában több hőmérsékleti rekord, napi maximumok és napi átlagos maximumok is megdőltek. Csak hogy az elmúlt három hónapot nézzük meg hőmérséklete szempontjából, június az ötödik legmelegebb június, július az első, illetve augusztus a második legmelegebb hónap lett 1901 óta. Úgyhogy ezt is mutatja az, hogy itt az elmúlt hónapok azok a több mint 100 éves időtávlatban milyen értékeket mutatnak. Az elmúlt 15-20 évet nézve elmondhatjuk, hogy a klímaváltozás hatásait érezzük a bőrünkön. Szabolcs-Szatmár Berek térségében a felső 1 méter talaj vízhiánya 160 mm-nél tart. Az extrém magas hőmérsékletek és csapadékszegény időszakok egyre intenzívebbek és hosszabbak lesznek. A szakember szerint a keleti ország részben keddre várható lehűlés. Jön egy hidegfront, úgyhogy egy viszonylag úgymond radikális visszaesés, egy olyan 6-7, esetleg 8 fokos visszaesés fog jelenteni, de viszont minden fel van melegedve, ez vissza is fog egy picit melegedni. Bízunk benne, hogy annyira azért nem, mint amilyen most ilyen 30 fok feletti napi maximumok azért már csak mérsékelten lesznek. Persze itt még az indián nyár az még hátra van, viszont egy ilyen jó közelítéssel azért már lehet egy ilyen koraszeptemberi hőmérséklet, viszont ezt most még nagy felelőtlenség lenne azt kijelenteni, hogy már egy normális, úgymond általunk jóval, mondjuk egy 30 évvel ezelőtti szeptemberi hőmérsékletek lesznek, ezt viszont nem lehet most megmondani még. Lázár István elmondta, az évszakok egymás utánisága és hossza a jövőben egyértelműen változni fog. Hosszabb és tartósabb nyarakra lehet számítani, az átmeneti évszakok pedig minimálisra fognak szűkülni, valamint a telek is enyhébbek lesznek. Kutatók találkoztak Ibrányban, a város adott otthont a helytörténet és családkutató konferenciájának, amelyet idén ötödik alkalommal szerveztek meg. A rendezvényen dr. Nagy Ferencről, a levéltár nyugalmazott igazgatójáról is megemlékeztek, aki idén lenne 80 éves. Időigényes és izgalmas munka a családfakutatás, vallják azok, akik már beleásták magukat felmenőik történeteibe. Ibrányban ötödik alkalommal hallhattak az érdeklődők a családfakutatás alapjairól, és kaphattak ízelítőt a kutató munka érdekességeiről a helytörténeti és családkutatók konferenciáján. A tavalyi évben volt először, hogy ilyen 50-50%-ban online és helyszínen, Kálmánházán szervezték meg, és Nagy István, a főszervező úgy gondolta, hogy mivel dr. Nagy Ferenc, a levéltár nyugalmazott igazgatója, idén lenne 80 éves, akkor emlékezzünk meg őróla, és éppen ezért, mert hogy neki azért nagyon nagy sikerei voltak itt a kutatásokban, akár az Esbóhalmi kutatásban, akár amikor még ő itt tanított és történelem tanár volt, a gyerekeket rendszeresen kivitte ásatásokra. Az 1300-as években már egy oklevélben említették Ibrányt, de ettől jóval korábban is éltek a településen. Erről is szólt a városi helytörténész előadása, aki több mérföldkövet is kiemelt a település életéből, például a Lónyay család fejlesztéseit. A Lónyay család létrehozott három olyan tanyát Nagyerdőn, amely dohánytermesztéssel és gyümölcstermesztéssel foglalkozott, és ez egy jelentős jászságból beáramló néptömeget jelentett, aki Ibrányba telepedett le, és ezeknek nagy része ma is Ibrányban él a leszármazottak, illetve hát ezzel meghonosított olyan termesztési kultúrát, ami addig Ibrányban nem volt jelentős, így ez főleg az almatermesztés, illetve amiről kevesen tudnak, hogy a mentatermesztés is Ambrózi kezdte el itt a környéken termelni. Hogy a konferenciát Ibrányban rendezték meg, nem véletlen. A szervező hét határon túl családkutató egyesület elnökének személyes kötődése van a városhoz.
Gerák nevezetű családi szállam van. Valamikor olyan 150-160 évvel ezelőtt itt született az ők nagymamám, és így kerültem igazából kapcsolatba elsőnek Ibránnyal. És azért is kerültünk ide, felkutattam a család egy részét, és amely ez megtörtént, gondolkoztunk egy olyan dologban, hogy például egy család találkozóban, itt ebben az évben, itt Ibrányban, erre sajnos nem került sor. A konferencia mellett egy kiállítás is várta az érdeklődőket. Olyan egykori nemesek, ismert emberek családját és múltját mutatták be a rollapok, akik leszármazottai még ma is élnek. Hogyha vannak jó információink, akkor nagyon szépen gördülékenyen vissza lehet követni. Viszont ugye tudjuk, hogy 1895 előtt csak egyházi anyakönyvezés volt, ezért, hogyha valaki evangélikus leszármazottja ma, akkor lehet, hogy evangélikus anyakönyvekben keressük, viszont ha valamelyik ág, valamelyik más felekezetből jött be, akkor azoknál az egyházaknál kell keresni, és így nehezebb a kutatás. A nap során a résztvevők nem csak előadásokat hallhattak, az ibrányi helytörténeti gyűjteményt is megismerhették tárlatvezetés segítségével. Utazó planetárium, robotprogramozás és verseny izgalmas időtöltést kínált az idei LEGO Játékváros egynapos fesztiválja. A rendezvénynek ezúttal a Nyíregyházi Egyetem adott otthont. Az új helyszín egyik apropója, hogy a szervezők az önfelett legózás mellett a játékon keresztül történő tanulás lehetőségeire hívták fel a figyelmet. Szinte életnagyságú LEGO figurák várták az érdeklődőket a Nyíregyházi Egyetemen. A kampusz épületeiben különféle előadásokat és látványos LEGO alkotásokat tekinthettek meg az érdeklődők. Természetesen idén is több milliónyi kockából építhettek a LEGO játék rajongói. Tavaly rendeztük meg először a LEGO játékvárost, akkor azt ünnepeltük, hogy 15 évesre egy nyíregyházi LEGO gyár, de már régóta készültünk egy ilyen rendezvényre, amikor sokan együtt a nyíregyháziakkal tudunk önfeledten játszani, és hát tavaly az mutatkozott meg, hogy nagyon is érdekli az itteni családokat az ilyen típusú rendezvény. Számításaink szerint mintegy 20 000 voltak kint a főtéren, illetve a Váci Mihály Művelődési Központban azon a napon, úgyhogy nyilvánvalóan egyből azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehetne ezt megismételni, de közben azon is gondolkodtunk, hogy hogyan ne csináljuk meg még egyszer ugyanazt a rendezvényt ugyanott. Ezért aztán, mivel nekünk az egyik fókuszpontunk az a játékon keresztül történő tanulás, nem csak a játék, ezért adta magát, hogy itt ezen a színes egyetemi kampuszon, ahol bőven vannak olyan helyszínek, ahol meg tudunk egy ilyen rendezvényt rendezni, hogy ide szervezzük meg az idei játékvárost. Idén a tudományos és technológiai programok kaptak nagy hangsúlyt, hiszen a cég legfőbb célja nem csak az önfelett játék, hanem a játékon keresztül történő tanulás népszerűsítése. Itt a rendezvényen is arra törekszünk, hogy a játékon keresztül történő tanulás az élményalapú tanulás valósuljon meg. Amikor játszol, észre sem veszed, hogy a játék közben fejleszted valamilyen készségedet, és ezáltal a kompetenciáid is észrevétlenül fejlődnek. A játék egyik varázsa, hogy minden generáció számára igazi kikapcsolódást nyújthat. Rák Zoltán, a Móricz Zsigmond Színház művésze elmondta, nagyon örül, hogy egy ilyen remek program zajlik Nyíregyházán, ezért nem volt kérdés, hogy a fiaival kilátogat a rendezvényre. Mindennapos szerepe van tulajdonképpen. Állandóan rálépek például éjszakánként, az egy nagyon komoly szerepe, a feleségem is, de egyébként építkezünk belőle, tehát azt szerintem nagyon sokat fejleszt, és már mikor én voltam gyerek, akkor is nagyon szerettük. A rendezvényen minden korosztály megtalálta a maga szórakozását. A nagyobbak belekóstolhattak a LEGO robotika világába, a kisebbeket többek között ugrálóvár, és természetesen az építés öröme szórakoztatta. Tradicionális ételek, tánc és mese 2016-ban indult útjára a Régi Magyarország ízei című gasztrofesztivál a Múzeumfaluban. Ez volt az utolsó ilyen esemény a Skanzenben, jövőre ugyanis átalakul a fesztivál program kínálata. Mai napra éhes hasra, szemnek szép, szájnak ízletes, fülnek érdekes, hirdeti a tábla. Civil szervezetek és hagyományőrző csapatok 18 helyszínen készültek finomabbnál finomabb ételekkel. Ezen a rendezvényen utoljára, jövőre ugyanis új formát ölt a 2016-ban indult fesztivál. Ez a rendezvény utolsó napját éli meg a Régi Magyarország ízei. Ebben a formában befejeződik, hiszen olyan sok gasztro rendezvény van az egyes településeken, hogy azt gondoljuk, hogy nekünk egy teljesen újfajta rendezvénye kell előállni, erre készülünk már egy jó
ideje, de hogy normálisan, szépen, tisztességesen befejezzük ezt a rendezvény sorozatot. Ugye elhívtunk 18 olyan csapatokat, akiket legjobban kedvelünk, szeretünk. Amellett, hogy szatmár, beregi és nyírségi ételeket mutatunk be, fontos számukra, hogy kitekintsünk a határon túlra, és mivel, hogy egész évben a kárpátaljai magyarságra fókuszáltuk, így Kárpátaljáról érkezik egy vendég főző csapat, aki egy ruszin csoporttal együtt érkezik, ők a jó barátok csoportja, érdemes hozzájuk elmenni, hiszen magyarosított ukrán ételeket és igazi ruszin finomságokat kóstolhatnak a vendégek. És ha már Ukrajnánál tartunk, itt van velünk a nyíregyházi ukrán nemzetiségi önkormányzat, akik hamisítatlan borsleves készítenek. Évekkel ezelőtt jártak itt utoljára az első régi Magyarország ízei rendezvényen, és most örülünk, hogy itt vannak. Itt már a nagyecsedi lápi betyárok kondérjában fő a kavart káposzta a füstölt hússal, és ahogy ők mondták, titokkal fűszerezve. Nagyecseden sok mindenek van hagyománya, többet közt a szabolcsi töltött káposzta, egyrészt ott is csinálják. Meg ugye itt, amit mi próbáltunk felvonultatni, tehát a lápon, meg a szegénység az eledele. Egy úgynevezett becsánkának hívjuk, de ez egy lapcsánka, alapanyagú, de kicsit azért megbolondítva a füstölt szalonnával, füstölt hússal, kaporral, tehát különböző ízeket fogunk itt előadni, mert ez volt ugye úgymond, hogy meg tudtak fizetni az emberek a lápon. Ami kikerült úgymond a mostani szupermarket, ott nem létezett még akkor. Mindenki azt főzte, amit talált. A megnyitót követően a zsűri hamarosan el is indult, hogy meglátogassa a főzőcsapatok sátrait. A zsűriben foglalt helyet Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktár elnöke. Ami a legfontosabb egyébként a zsűrizésen túl az, hogy itt lehetek, és valóban egy értékközpontú intézményben vagyunk, ahol a legfontosabb az, hogy az örökségünk, az a kulturális örökség, épített örökség, az a természeti örökség, ami a vármegyét jellemzi, az megmaradjon, azt meg lehessen mutatni, azzal meg lehessen érinteni embereket, gyerekeket, és ennek pedig az a célja, hogy majd a későbbiekben ők ezekkel az élményekkel gazdagodva majd hasonló értékközpontú világot építsenek fel maguk körül, és aztán reméljük, hogy majd egy kicsit tágabb körben is. Ez a célja a múzeumfalnak, ez a célja a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktárnak, értékőrzés és értékek teremtése. Az Igrice Néptánc Együttes főzőhelyén a Prima volt a zenekar, húzta a talpalávalót, és amíg a finomságok főttek, az együttes tagjai táncra perdültek, a látogatók nagy örömére. Vereséggel kezdte a bajnokságot a kisvárdai női kézilabda csapat. Józsa Krisztián együttese az NB1 nyitó fordulójában az újonc Esztergom otthonában lépett pályára, és a mérkőzés a hazaiak 27-19-es győzelmével végződött. A kisvárda szombaton az MTK Budapestet fogadja. Negyedik alkalommal rendezték meg a Sitkó Ernő emléktornát Nyíregyházán a Continental Arénában. A kétnapos felkészülési kosártornán az eddigi legerősebb mezőny jött össze. A házigazda csapata a torna teljes bevételét Micskó Benyámin kezelésére ajánlotta fel. A 149-szeres magyar válogatott kosárlabdázó Sitkó Ernő tiszteletére rendeztek felkészülési tornát a Continental Arénában. A házigazda nyíregyházi csapatnak minden évben ez az első igazán fontos eseménye, nem csak az érzelmi töltet miatt, szakmailag is komoly kihívást jelent a tornán való szereplés. Első meccsüket a budapesti Honvéd ESE ellen vívták. A torna névadója a fővárosiaknál vált klasszis kosárlabdázóvá, és két bajnoki címet nyert a klubbal. Az atomerőmű ESE először vett részt a kétnapos gálán. A Paksi klub is Ernő pályafutásának meghatározó alakulata, ugyancsak két bajnoki címet nyert a tolnaiakkal. A negyedik résztvevő csapat a Deac volt. A debreceni gárda rendszeres vendége az emléktornának, és a korábbiaknak megfelelően idén is erős kerettel érkeztek. A Hübne Nyíregyháza és a budapesti Honvéd párharc győztese a fővárosi gárda lett. Az első negyedet 8 pontos gólkülönbséggel zárták, a harmadikban viszont a nyíregyháziak játszottak jobban. A hazai csapat elfogyott a meccs végére, így 71-95-tel zárult a találkozó. Ez pedig azt jelentette, hogy a Deaccal kell megküzdeni szombaton a harmadik helyért. Ezt a mérkőzést a debreceniek nyerték 70-59-re, így a házigazda együttes a torna utolsó, negyedik helyén zárt, a bronzérmet pedig a Deac vihette haza. A döntő meccsen a Paksi gárda bizonyult jobbnak, így a tornát az atomerőmű ESE nyerte, mögöttük pedig a budapesti Honvéd zárt. A torna teljes jegybevételét Micskó Benyamin kezelésére ajánlotta fel a házigazda klub.
Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Kívülbelül megújult a Lubiak családi kápolnája Nyírvasváriban. A barokk épület teljes rekonstrukcióját több mint 70 millió forintos uniós és hazai forrásból finanszírozta a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye. Az elmúlt 120 év második legmelegebb hónapja volt az idei augusztus, szeptember első napjaiban pedig több hőmérsékleti rekord is megdőlt. Ezek az extrém magas csúcsértékek és csapadékszegény időszakok a szakember szerint egyre intenzívebbek és hosszabbak lesznek. A keleti ország részben kettől várható lehűlést. Az Ibrányi Művelődési Központ adott otthont az 5. alkalommal megrendezett helytörténet és családkutató konferenciájának. Az érdeklődők megismerkedhettek a családfakutatás alapjaival és tanulságos történeteket hallhattak egymás munkáiból. A rendezvényen megemlékeztek dr. Nagy Ferenc nyugalmazott levéltár igazgatóról, aki idén lenne 80 éves. Szeptember 9-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, kedden este ismét várjuk majd Önöket a Vármegye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Kedden már felszakadozik a felhőzet, megszűnik a tartós eső, napközben az észak-nyugati északi szél sok felé lesz, erős helyenként viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 21 és 26 fok között valószínű. Ennél hűvösebb idő a tartósan felhős csapadékos keleti észak-keleti tájakon lehet.